nyakpereceik sodrott húzalból készültek, ezeknek a végére akasztott vagy hurkot erősítettek, hogy össze tudják őket kapcsolni. Öltözködés, táplálkozás, fegyverek. Csupán néhány téma, amelyről szó volt a gimnázium Soros Történelmi Játszóházában, ahol ez alkalommal a honfoglaláskor állt a fókuszban. A 90-es évek második felében indították a sorozatot a középiskolában, azóta minden tanévben többször hívják diákjaikat és az általános iskolák felső tagozatosait képzeletbeli időutazásra. A történettanításnak olyan elemeire próbálunk koncentrálni, amik a napi gyakorlatban kevésbé jönnek elő, életmódtörténetre gondolok. Tehát az egyik csoportban foglalkoznak a gyerekek a régészet által töltött leletanyaggal, ennek kapcsán szó esik táplálkozás történetről, öltözködésről. Aztán egy másik csoportban a temetkezési szokásokról, illetve a harcászatról, és természetesen zenei és képzőművészeti foglalkozások is csatlakoznak ezekhez. A középiskola tanárai és azok a diákok, akik emelt szintű történelem érettségét kívánnak tenni, közös munkával készülnek a történelmi játszóházakra. Az előadó diákok egyike Olá Dóra volt, aki a korabeli öltözködésről beszélt, ezen belül arról is, ami őt leginkább megragadta. Ma a női ékszerek tetszettek nagyon, nagyon érdekesek voltak, és nagyon régi leleteket is találtam, illetve régi leletekről fényképeket, és ezeket is beleszőttem az előadásomba. Különösen kedvelték a gyűrűket. A gyűrűikben egy nagy követ tettek, ami valamilyen rontás ellen védett, és szerették a nagy láncokat, és nagyon sok gyöngyöt vártak a ruhákra, nagyon díszesen öltözködtek, ez tetszik nekem. A történelmi játszóház kiváló kiegészítése az órai tananyagnak, ugyanakkor alkalom arra, hogy az általános iskolások betekintést nyerjenek a középiskolában folyó munkába. Legközelebb március végén lesz hasonló délután, a téma a római kor, és zajlik az általános iskolák 7. és 8. osztályosainak szervezett 15 alkalomból álló kémia szakkör.